Mozgalmasak voltak az elmúlt napok a nyíregyházi kosárlabda csapatnál. A Szeged elleni vereséget követően Pető Ákos vezetőedző nyilatkozata már előrevetítette azt, ami be is következett, a klub közös megegyezéssel szerződést bontott a szakemberrel. Maximálisan elégedettek voltunk én is személyesen, illetve a klub munkákos munkájával, illetve azokért az eredményekért, amit együtt értünk el, hiszen azért ne feledkezzünk meg a tavalyi bravúros szezonról, hogy első osztályi szezonunkban 11. helyen tudtunk végezni. Nyilván egy korlátozottabb anyagi lehetőségekkel indultunk neki ennek az évnek, és láttuk azt, hogy nagyon-nagyon nehéz lesz. Az igazolások papíron azt gondolom, hogy jól sikerültek, viszont mégsem mutatták meg a játékosok azt, ami bennük van. Ezért is volt korábban egy légiós csere már, illetve Ákossa, ami azt azért egyeztettük minden mérkőzés után, hogy ha sajnos nem indulunk el jó irányba, akkor előbb-utóbb el fog jönni ez a pont. Volt két fájó hazai vereségünk, ugye az Alaegerszeg és a Szeged után, úgyhogy utána úgy döntöttünk, hogy elválnak útjaink, próbálunk egy új impulzust adni a keretnek. Hétfőn is volt egy szerződésbontás, a szlovák válogatott Marek Dolezsáj távozott a Kékcápáktól. Dorazsáj személyen egy nagyon szimpatikus és jól dolgozó, jól edző játékost ismerettünk meg, de a végén mindig a számok beszélnek, tehát 5-6 pontos átlaggal, 20 perc játékidő fölött sajnos nem tudtuk már védeni tovább ezt a szituációt. Ő is érezte, hogy ebben a közegben, ebben a játékstílusban, ezekkel a feltételekkel nem tud úgy teljesíteni, hogy magától elvárja, ezért mindkét fél közös érdeke volt az, hogy elválunk, és ő talál magának esetlegesen egy másik csapatot, mi pedig most el tudtuk őt engedni jól. Vasárnap a Szollár Gergő Alberto Unai edzőpáros irányításával Körmenden lépett pályára Nyíregyháza. A mérkőzés már az első két negyedben eldőlt, fordulás után a vendégek csökkenteni tudták a különbséget, így végül 16 ponttal győzött a házigazda. Az látszott az első félidőben, nagyon megzavarta a srácokat, ami történt az utóbbi héten, hetekben, és azt se tudták sokszor, hogy hol vannak a pályán. Majd, hogy nem 30-33 pontos vereség volt a félidőben. Ott úgy éreztem, hogy kell erről beszélni az öltözőben, és úgy érezték a légiósok is, illetve többen felemelték a hangjukat. Átbeszéltük azt fél időben, hogy itt majdhogy nem mindegy, hogy mi lesz az eredmény, itt egymásért kell küzdeni a klubért, azért a feltételekért, amiért ők itt vannak, és leginkább önmagukért. És átfordult fél időben valami az agyukban ezzel kapcsolatban, és 17 ponttal megnyertük a második fél időt Körmend ellen, ami azt gondolom, hogy nagy szó. Meg is dicsértem őket, hogy én úgy érzem, hogy elindultunk egy jobb irányba, és elindultunk egy kicsit följebb. Függetlenül attól, hogy nem nyertünk, és nem is mi vagyunk az esélyesek a következő mérkőzésen sem, de agyba ezt egy picit át tudták már állítani. A forduló további eredményei a következők: Kecskemét atomerőműese 69-74, Deac Szeged 83-78, Szolnok Zalaegerszeg 84-80, Budapesti Honvéd Kaposvár 78-77, Szombathely Oroszlány 104-70 és Albafehérvár Sopron 91-85. A tabella élén a Szombathely áll 7 győzelemmel és 1 vereséggel, megelőzve a 7-2-es mutatóval rendelkező Albafehérvárt, ami győzelem nélküli sereghajtó Nyíregyháza a pénteken az Albafehérvárt fogadja.